Sziasztok! Ebben a webizódban lesz szó egy mikroszkóp szimulátorról, egy nagyon király YouTube csatornáról és egy életmentő apról. Ráadásul még egy szavazásra is buzdítanak titeket, mert hogy rám lehet majd szavazni. Na jó, kezdjük el! Ha szerettek vagy szeretnétek mikroszkópokkal szórakozni, akkor a State University of Florida, vagyis a Floridai Állami Egyetem Molecular Expressions oldalát biztos, hogy nektek találták ki. Én úgy jutottam el ide, hogy fel vagyok iratkozva egy fizikatanároknak tanároknak levele, szó, szóró, szóró, na még egyszer, egy fizika tanároknak szóló hírlevélre, és a legutóbbiban egy pásztázó elektromikroszkóp szimulátor volt, úgyhogy nagyon-nagyon érdekelt, rákattintottam, és... és sikerült előhozni az elektromikroszkópozás kellemesen leküzdhető frusztrációit. Ezzel a szimulátorral képet kaphattok arról, hogy milyen is lehet a valóságban elektromikroszkóppal dolgozni. Szerencsére a minta előkészítéssel és a mindenféle technikai problémákkal nem kell megküzdenetek. Egyszerűen betöltitek az oldalt, a legördülő menüből kikeresitek, hogy mit szeretnétek vizsgálni, a gekkó lábtól a hangya fejen át, egészen a parlagfűpallenig, és innentől elég hülye biztos a dolog. A fókuszt, a kontrasztot, a fényességet és a nagyítást tudjátok ezzel állítgatni. Persze csak előre megadott minták közül tudtok válogatni, de hát valamit valamiért. Ebben az oldalban az a legjobb, hogy nem csak a pásztázó elektromikroszkópot lehet vele szimulálni, hanem lényegében mindenféle mikroszkópot és természetesen korrekt infót is tanáltok mindenről, ahogy annak lennie kell, irodalmi hivatkozással együtt, szóval ez egy nagyon remek kis gyűjtő oldal. Egyébként elektromikroszkópiáról és a területben rejlő potenciáról Balázsi Katalinnal beszélgettünk még decemberben az egyik podcast adásban. Ő az MTA Energia Tudományi Kutatóintézetében működő vékony réteg fizika osztálynak a vezetője, remélem ezt most nem hibáztam el. Az adásnak az volt a címe, hogy mi a közös a grippenben és a tojáséban. Nem árulom el, inkább hallgassátok meg! És ha már a podcast szóba jött, két héttel ezelőtt Lerner János világutazó természetfilmes volt a vendégem, aki annak a filmdzsungel stúdiónak a munkatársa, aminek vagy akinek a Youtube csatornájára most fogtok feliratkozni. Legalábbis nagyon remélem, mert hogy egy fantasztikus csatornáról van szó. Nem csak azért, mert eszméletlen sok magyar természetfilm van fent teljes hosszában, de egy halom élő webkamera közvetítést is nézhettek. Tegnap például láttam Réti Sast, Sőt, réti sasokat. És amikor ezt közzétettem Twitteren, akkor sokan becsatlakoztatok, és Kelemen Lajos azt is kiszúrta, hogy ebben a fészekben bizony készül valami. Egy sas fiúka, és fogja majd neki mondani az anyukája, hogy edd meg alaposan azt a madarat, mert a héjában van a vitamin. A film linkét megtaláljátok a videó leírásában, de természetesen nem csak réti fészek kamerájuk van, korábban volt szerencsém medvéhez is. Mert még nem medvefészekhez, hanem... Medvéket láttam egyetetű körül. És ebben az a legjobb, hogy az otthon biztonságából nézhetitek az egészet, tehát nem jön majd elő az a sztori, hogy ketten jönnek ki az erdőből, az egyik futva, a másik medve és majdnem zárásképpen jöjjön az életmentő app, amit egyébként nem is terveztem belerakni ebbe a videóba, de belerakadta magát valahogy. Nem, nem úgy, hogy szponzorált hirdetésről van szó, hanem úgy, hogy tegnap igencsak felhívta magára a figyelmet. Tegnap ültem a számítógépnél, dolgoztam, elmélyültem a gondolataimban, amikor egyszer csak egy sziréna törte meg a csendet, de elég erőteljesen. Azt sem tudtam honnan jön, az egész biztos, hogy nem kintről volt, hanem valahonnan bentről a szobából. A számítógépem teljesen rendben volt, majd megtaláltam a telefonomat. Kiderült, hogy az egész hangzavart az az app csinálta, amit még korábban töltöttem le rá, ez Szív City névre hallgat. A lényeg az, hogy ha valahol valakinek újraélesztésre lenne szüksége, akkor az app jelez, és lehet, hogy te még hamarabb oda tud érni, mint például, ahogy a mentők érkeznének ki. Ez pedig nagyon fontos. Ha ugyanis egy hirtelen szívmegállás után szakszerűen el tudod kezdeni az újraélesztést, azzal jelentősen növeled a túlélési esélyeket. Szó szóval szerint nektek, évente 25 ezer ilyen eset, mármint hirtelen szívmegállás, Adódik országszerte, és a túlélés esélye percenként 7-10%-kal csökken. Ezt a témát egyébként másfél éve jó alaposan körbejártuk egy podcast adásban, sőt, akkor még egy újraélesztés képzésre is el lehetett jönni velünk. És ez a tegnapi riasztás, vagy pontosabban próbariasztás is erről szólt, ugyanis tegnap indult az országos mentőszolgálat hősképzése, amiben, és ezt most olvasom a tájékoztatóból, nehogy valami félremenjen, minden hónap utolsó hétfőjén 15 és 17 óra között az ország megyeszékhelyének mentőállomásain újraélesztést oktatnak a bajtársak. Az ezzel kapcsolatos információkat is megtaláljátok a videó alatt, töltsétek le az appot és tanuljatok újraéleszteni. Mert ez a készség szó szerint életmentő lehet. Ha tetszett ez a webizód, lájkolj... Like yeah, nem, már majdnem elköszöntem, mert hogy megfeledkeztem arról, amit az elején beharangoztam, hogy szeretnélek titeket arra megkérni, hogy szavazzatok a csatornámra. A Tubnus ugyanis kiírt egy versenyt, ebben azok a csatornák vannak, amelyek 2017-ben 1000 és 10.000 feliratkozó között voltak, Hát hiába a Tubnus nem kettő hatványaiban méri a teljesítményt, na mindegy. Szóval ezek között a csatornák között megtaláljátok az enyémet is, úgyhogy ha nyomtok rá egy szavazatot, azt nagyon-nagyon megköszönöm. Ja, azt elfelejtettem hozzátenni, hogy szavazni január 30-a éjfélig lehet. Tudom, egy kicsit későn szólok, de hát minden szép nyerni. Ja, a kategorizálás nem vitték túlzásba, egyszerűen ABC szerint vannak beömlesztve a vlogok. Engem az elbetű környékén találtok, mint Laszlo Robert zsíros. És akkor most már tényleg jöhet, ha tetszett ez a webizód, lájkoljátok, ha ismertek olyanokat, akiket szerintetek szintén érdekelhetnek ezek a témák, akkor osszátok meg velük ezt a videót. Ha várjátok a következő tartalmakat, akkor feltétlenül iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tetétek volna. Egyébként beharangozóként a héten tervezek még felrakni egy olyan videót, ahol egy nagyon érdekes szerkezetet próbálok ki, amit két magyar középiskolás rakott össze. Ja, meg van egy nagyon brutális morális dilemma, ami rágódok néhány napja, úgyhogy lehet, hogy arról is csinálok majd egy videót. Sziasztok!